Sziasztok! Ez itt a Glamour két cég, és a mai vendégem ismét Pusztai Olivér, és azért hívtam vissza őt most egy újabb beszélgetésre, mert talán nem tudjátok, de talán igen, hogy Olivér nem csak a Mr. Gay Hungary, hanem a világversenyen is kin volt Fokvárosban, Dél-Afrikában. És az egy dolog, hogy kin volt, és ez már egy hatalmas nagy megtiszteltetés, de harmadik helyezett lettél. Igen! És ez óriási sztori, hiszen most volt kint Magyarország először ezen a versenyen. Tényleg, hogy indultál neki ennek a dolognak? Gondoltad, hogy ebből így valóban lesz valami? Nyilván reménykedtél benne, de hogy így mégis azért hogy alakultak a dolgok? Mesélj erről! Fú, nagyon izgalmas volt. Tehát egy elképesztő, nagyon intenzív 8 napunk volt kint Fokvárosban. És én úgy indultam neki, hogy tök jó, hogy először Magyarország kimegy, szeretném reprezentálni Magyarországot, szeretném bemutatni, hogy az LMBTQ közösség ma Magyarországon hol tart, milyen problémáink vannak, mi az, amiben fejlődtünk. Hát én titkon egy top 10-ben reménykedtem, és a döntőn, amikor mondták, hogy oké, akkor ki a top 5, és így mondták a nevemet, akkor utána már top 3, és azt mondtam, hogy na jó, akkor én feltettem a kezemet, nagyon örülök neki, innentől bármi jöhet. Azért ez nem csak annyiból állt, hogy így felvonulgattatok, és mindenki mosolygott is. Világbéke! Hanem azért ez egy nagyon komoly és megterhelő verseny volt. Tehát, hogy azért én követtem egy picit így a bejelentkezéseidet Instagramon, és nagyon korán kellett kelni, minden este nagyon későn feküdtetek, az egész nap tele volt. Mik voltak végül is így a feladatok, így a programok? Igen, ugye 8-11 kategóriában értékeltek minket, viszont maga a challenge, a verseny része az 8 kategóriából állt. És ebben benne volt egy 60 oldal a sírásbeli teszt, ami a legfontosabb és ilyen legmélyebb LMBTQ jogokról, politikai helyzetről szólt. Egészen addig, hogy például kinyerte meg múlt évben a RuPaul Drag Race-t. Szóval ilyen nagyon, nagyon szerteágazó volt. Volt Sport Challenge, akkor volt nemzeti jelmez bemutató, hogy hogyan reprezentálod a hazádat, és volt social media kampány, amit neked kellett fölállítani, amit nem csak Magyarországon tudnál megvalósítani, hanem világviszonylatban is. Ezért ezek már ilyen nagyon-nagyon komoly dolgok, és nagyon okosan, meg komplexen kellett gondolkodni. Emellett meg tényleg, tehát hogy szerintem én 36 óránál többet nem aludtam a 8 nap alatt, és azért ugye a 4.-5. napnál már egy kicsit elfogytam. Nagyon-nagyon feszített volt a tempó, ráadásul a versenyző, vagy a szervezők mindig úgy csinálták, hogy soha nem tudtuk, hogy mi lesz a következő lépés. Például volt olyan, hogy egy este 10 órakor értünk vissza a szállodába egy rendezvényről, és akkor mondták, hogy jó, akkor mi most nem megyünk fel a szobába, hanem a következő 20 oldalas írásbeli tesztet megcsináljuk, mert azt ugye három részbe szedték szét. Tehát ilyen nagyon durva volt, és emellett meg persze ugye elmentünk karitatívkodni. Tehát amikor hullafáradtam, mondjuk a 4.-5. nap elmész egy 3 millió fős nyomor negyedbe, ahol se víz, se áram, olyan életkörülmények között élnek emberek, amire te nem is gondolnád, hogy ilyen létezik. Ezek érzelmileg is megviselik az embert. Hogyan lehetett erre igazából felkészülni? Tehát tudtad, hogy mi vár rád? Vagy, hát mondod, azért elég sok volt így a meglepetés, de hogy például ez az írásbeli teszt, ez akkor ez azért nyilvánvaló volt, hogy lesz, nem? Igen. Tehát voltak, amikről tudtál. Igen, és akkor azokra hogy készültél? Maga a versenynek a szervezői, ők adtak egy handbookot, ami alapján fel tudtál készülni. Tehát pontosan tudtad, hogy milyen ruhát kell kivinni, milyen challenge-ek lesznek. De azon belül, hogy ők mit várnak el, azt nem tudtad. Én azért indultam hátrányos helyzetből, mert Magyarország először volt kint, viszont az összes többi ország már egyszer delegálta magát. Tehát mondjuk az idei versenyző tudott beszélni a korábbival, hogy milyen tapasztalataid voltak, te hogyan élted meg, mire kell odafigyelni, mi az, amit néznek. Hát én nem tudtam senkitől se kérdezni, úgyhogy nekem minden nagyon új volt, de azt gondolom, hogy egyébként jól abszolváltam. Hát ez a végeredmény is mutatja, úgyhogy igen, izgultál. Igen. Voltak olyan dolgok, amikben nagyon biztos voltam. Például a social media challenge-emben abszolút, ami ugye a gyűlölet bűncselekményről szólt. Azért választottam ezt, mert Magyarországon ez nagyon-nagyon magas. Abban biztos voltam, hogy egyébként mondjuk a fürdőruha challenge-nél, vagy mondjuk nem is tudom, az elegáns öltözéknél, ott igazából felveszed a ruhát olyan, mintha kimész egy kifutón, és visszamész. Tehát mész 25 métert, tök jó megmutatod magad. De azért figyelni kellett arra is, hogy más versenyzők például mivel készülnek, mik azok a challenge-ek, vagy mik azok a kampányok, amivel ők készülnek, és akkor te miben tudsz erősebb lenni, mi az, amit át kell útközben alakítanod a kampányodon. Úgyhogy ebből a szempontból ez nehéz volt. Hát nem beszélve arról, hogy nekem minimum 8 óra az alvás igényem, és akkor már harmadik napja aludtam 4 órát, ott azért már tikkelt a szemem.
kikkel barátkoztál össze? Alakultak-e ki tényleg ilyen mélyebb kapcsolataid? Igazából így a többi versenyzővel így milyen volt így a viszonyotok? Nagyon érdekes, mert ugye én egy nappal előbb mentem ki, mint ahogy elvileg kellett volna, ez pont az átszállás miatt volt, egyszerűen nem indult gép. És akkor már 6 versenyző kint volt, úgyhogy velük elmentünk egy ilyen before bulira, velük már nagyon jól összeismerkedtem. Azok, akik nagyon közel álltak hozzám, és közel kerültünk egymáshoz, a japán srác volt, akiről ott derült ki, hogy ő tud magyarul. Komolyan. 5 nyelven beszél, ugyanis az anyukája a 70-es években a Liszt Ferenc Művészeti Akadémián tanult zenét, és megtanította a gyerekét magyarul. Úgyhogy ez nekem ilyen nagyon nagy sok volt, hogy így elkezdett hozzám beszélni magyarul, és így mi van? Hol vagyok? Az ausztrál srác volt még nagyon-nagyon aranyos, az indiai és az ír. Velük nagyon-nagyon jóba lettem. Az volt a legizgalmasabb az egészben, hogy ugye úgy mész ki, hogy versenyzel, és az első nap realizáltam magamban, hogy itt tényleg másodlagos a verseny. A legfontosabb az az, hogy megismerje a különböző kultúrákat, hogy a világ különböző pontjain hol tartanak LMBTQ témában, információkat, érzéseket cseréltünk, és ez nagyon-nagyon-nagyon tágította a látásmódomat. Nagyon-nagyon sok impulzus ért, és ennek nagyon örülök, mert ezeket be tudom építeni most már a mindennapi tevékenységeimbe, úgyhogy ez nagyon-nagyon hasznos volt. És most ebben az új titulusodban igazából mennyiben változik meg így a pozíciód itthon? Tehát ez mit jelent igazából így a jövőre nézve? Vagy hát nyilván minimum ugye a következő egy évre nézve. Ez nagyon érdekes, mert például díjat mi nem kaptunk. Tehát ez nem jár azzal, hogy mondjuk kapsz, nem tudom, x ezer euró díjat, vagy mondjuk utazást. Ők abban tudnak segíteni, hogyha bármilyen kampányt szeretnél felállítani itthon, vagy nemzetközi szinten, akkor mindenféle támogatást ebben tudnak segíteni. Hogy miben változik meg az életem, nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha a köztudatban tudnék úgy maradni, hogy tudom képviselni az LMBTQ közösséget. Nagyon fontos ma Magyarországon a látencia, hogy minél többen szembesüljenek azzal, hogy igenis a melegek azok itt vannak, körülöttünk élnek. Most, hogyha például kutatást nézzük, akkor ma Magyarországon minden 20. ember LMBTQ tag. De mi erről nem tudunk. Úgyhogy én most abban próbálok dolgozni, és abban próbálok küzdeni, hogy ezt minél jobban megmutassam. Visszajöttél, és ugye tele vagy ilyen hihetetlen sok pozitív élménnyel, meg érzéssel, meg megerősítéssel így a saját, nem tudom, identitásoddal kapcsolatban, és akkor történik így a közmédiában egy ilyen borzasztó nagy pofán csapás. Most már muszáj ezt kimondanom. Igen. Tehát, hogy politikusok nyilatkoznak nyíltan arról, hogy nem egyenlőek a melegek, ne is gondolják magukat azt, és hogy tulajdonképpen erre picit, hogyha reflektálnál, hogy te, akit ez nyilván személyesen érint, hogy ezzel mit lehet kezdeni egy ilyennel? Megpróbálom úgy fogalmazni, hogy ne idegesítsen fel magat. Ez azért bosszantó egyébként, mert már 1948-ban ugye az ENSZ egyetemes emberi jog paktum kimondja azt, hogy minden ember egyenlő, mindenhol. És ez nagyon-nagyon furcsa érzés, hogy 2019-ben még tényleg ott tartunk, hogy vezető politikusok, akik képviselik az országot, akár első számú emberek, ők ezt teljesen másképpen látják, és egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért. Főleg, hogy egyébként meg az alkotmányunkban is benne van, hogy mindenki egyenlő itthon. Szóval én nem örülök ennek, én szerintem ez nagyon nagy baj. Azért nagy baj, mert hergelik az embereket teljesen feleslegesen. Én értem azt, hogy a gyűlölet keltés az egy jó dolog, de nem gondolom, hogy hosszú távon ez célra vezető. Mert ez a legegyszerűbb adóász, amit elő lehet venni. Hogy tudok népszerűséget és szavazatot szerezni? Úgy, hogy gyűlölök valakit. De miért akarok gyűlölni valakit? Miért nem próbálom meg azt, hogy megismerem őt, és megpróbálom elfogadni? Nem kell velünk együtt élni, tehát nem kell... Dalai Láma mondta azt, hogy próbálj meg segíteni mindig az embereken, de ha nem tud segíteni, legalább ne okozzál kárt nekik. És ebben teljes mértékben igaza van. Egyszerűen ezzel nem tudok vitatkozni, és nagyon örülnék neki, hogyha ez itthon is így lenne. Nagyon-nagyon sokat kell még fejlődnünk elfogadásban és nyitottságban. Miközben nem gondolom, hogy azzal, hogyha mi a heterók mellett élünk egy társadalomban, mi bármilyen kárt okoznánk nekik, sőt, tökéletesen tudunk együtt élni, még akár együtt tudnánk is előre haladni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk arról, hogyha Magyarország szeretne fejlődni valamerre, és progresszíven akarunk egyik irányba elindulni, ahhoz nagyon kell az, hogy a társadalmunk mentálisan egészséges legyen. Meghallgatom a nyilatkozatokat, és az a kérdés merül föl bennem, hogy miért?
Hát erre majd megpróbálom a választ megtalálni. Ami viszont nagyon jó hír, hogy a legutolsó felmérések szerint azért Magyarország az európai viszonylathoz és a világ viszonylathoz képest nagyon jó helyen áll. És eljutottunk arra a pontra, mármint elfogadásban? Vagy akár elfogadásban, vagy LMBTQ témában. Magyarország megérett arra, hogy elinduljon egy LMBTQ emancipáció. És ehhez viszont nagyon össze kell fogni a társadalomnak, és össze kell fogni az LMBTQ közösségnek, és együttes erővel így viszont tudunk hatni a politikára. És a politikának is ebbe bele kell állnia, hiszen ez az ő érdeke is lesz. És te így Pusztai Olivérként ehhez mit tudsz hozzáadni? Én abban tudok segíteni, hogy látenciát adok a melegségnek és az LMBTQ közösségnek. Én nagyon szeretnék kampányokat felépíteni, ami a társadalmunknak szól. Jöjjenek rá arra, hogy azért, mert valaki meleg, vagy azért, mert más, vagy queer, az nem jelenti azt, hogy ő egy rossz ember, vagy ő kevesebb lenne. Ezek az emberek ugyanott élnek körülöttünk. Az a fogorvos, aki kihúzza a fogadat, vagy az a pég, aki reggelente adja neked a croissant. És megismerni egy másik kultúrát, és megismerni embereket szerintem egy tök jó dolog. Ez pont egyébként a YouTube csatornámon tapasztalom, és nagyon-nagyon sokan írnak, akár heterók is, szinte naponta ebben a témában, hogy hát én nem voltam annyira elfogadó, de tök jó, hogy bekövettelek téged akár Instagramon, mert annyira jó dolgokat közvetítesz, hogy kezdem magamat sokkal közelebb engedni az LMBTQ közösséghez, és ez nagyon-nagyon jó. Ez lesz az a vonal, amiben mi tudunk változtatni, hogy mikor fog eljönni az elfogadás, a teljes elfogadás. Erre nagyon nehéz válaszolni, viszont mi ketten, vagy akár az LMBTQ közösség és a heterók, ezt fel tudjuk gyorsítani. Ez tényleg csak rajtunk múlik. Hát én nagyon remélem, hogy így is történik minél előbb. Na, de tényleg, igen. Úgyhogy tessék a lehető legtöbben kijönni például a Pride-ra, ami majd a jövő hónapban lesz, pontosan azért, mert az is nagyon fontos lenne, hogyha a Pride-ot egy picikét távolabb kezelnénk, mint egy meleg felvonulás. A Pride az arról szól, hogy nyitottak vagyunk, hogy elfogadó vagyok. Elfogadó vagyok a szomszédommal szemben, elfogadó vagyok egy meleggel szemben, vagy egy transzexuálissal szemben. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg, hogy azért a magyarok egy picikét így széthúzóak. Ez viszont egy ilyen kohézió erő lehetne. Úgyhogy ebben nagyon-nagyon jó lenne. Tessék kijönni kisgyerekkel, nagymamával, nagypapával, barátokkal, és álljunk ki egy jó ügy érdekében. Meg végül is ez tulajdonképpen egy nagy fesztivál, tehát egy utca, színház tulajdonképpen, ha úgy összedem, mindenki csiricsáréba felöltözik, és ez nem azt jelenti, hogy otthon is így néz ki. Így van, igen. Tehát, nem, ünnepeljük magunkat, ünnepeljük a másságunkat, ünnepeljük a sokszínűségünket. Egyszerűen menjünk ki az utcára, és szeressük egymást. Ez most nagyon közhely, de egyébként tényleg. És ez nagyon jó hatással van az emberekre is. Ha csak egy nap egyetlen egy emberre rámosolyogsz, az már neked is tök jó, a lelkednek, és neki is tök jó. Hát akkor meg miért ne? Most így az idei Pride-on lesz esetleg egy magasabb, vagy kiemeltebb részvételt pozíciód? Igen, képzeld el, és ez nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert hogy pont tegnap kaptam meg a felkérést, a Pride szervezői hívtak föl, hogy hello Oliver, hát tökre örülnék neki, hogyha te tartanál a nyitó beszédet, és így úristen, de jó. Úgyhogy ez megint egy nagyon jó helyzet, mert tudok erről beszélni, és tudom magamat képviselni, és tudom képviselni az LMBTQ közösséget, úgyhogy ez nagyon jó. Majd gyertek ki, majd toljuk együtt. Most így a Pride mellett még egyébként mikre készülsz így a nyáron, az elkövetkező pár hónapban? Vannak-e már nagyobb terveid? Igen, főleg munka. Nagyon sok kampányt kezdtünk el felépíteni a háttértársasággal. Az egyik legfontosabb az, hogy az elfogadást azt a lehető legkisebb környezetben, mikro-makro környezetben kell elkezdeni, ami nem más, mint a család. Tehát, hogyha a családban már egy nagyon jó elfogadás van, vagy nagyon jól veszik mondjuk a szülők vagy a család egy előbújó fiatalnak a másságát, akkor az már jó. Illetve a másik az, hogyha egy szülő szerintem elfogadja a gyerekének a másságát, akkor pont a szomszéd, vagy mondjuk a buszon utazó teljesen vadidegen embernek pláne el kéne fogadnia. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Korábban beszéltem a gyűlöletbűncselekményről, ami elképesztően magas, és akár ha a öngyilkossági rátát nézzük, a cyberbullyingot, vagy a verbális atrocitásokat, vagy a fizikális atrocitásokat, ezekről is nagyon fontos beszélni, erről fogunk csinálni nyáron egy kampányt, ez főleg a fiataloknak, az E-generációnak fog szólni. És hát nagyjából ennyi, meg majd szerintem sokat fogok utazni.
úgyhogy ha minden jól megy. Mert tök vicces, mert hogy közben meg így párkapcsolattéren is így elindult valami, így hosszú év után, ugyanis visszafele úton találkoztam egy sráccal, aki légiutas kísérő volt a repülőgépen, úgyhogy ja, majd meglátjuk. Szurkolok akkor nektek. Nagyon örülök, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és iszonyatosan büszkék vagyunk rád. Köszönöm nagyon szépen. Támogatunk, és tényleg, szóval tök jó az, amit csinálsz. Úgyhogy remélem, hogy ti is, ha még eddig nem tettétek, akkor elkezditek követni Olivért. És remélem, hogy továbbra is azért majd írsz nekünk a glamourra. Hát, na, imádom. Egyébként nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy végre visszajöttem, újra jó. Elemi erővel tudom. Nagyon örülök, és én Nagy Borbála voltam, ez a Glamour 2C. Sziasztok! Hello, sziasztok!